Sziasztok! Most pakolok össze a versenyre, úgyhogy szeretném nektek elmondani, hogy én miket szoktam magammal vinni, és mit javaslok mindenképpen. Hogyha versenyre mentek, akkor ti is tudjátok, hogy mit vigyetek mindenképpen magatokkal, és ne legyen olyan kellemetlen helyzet, hogy még valamire szükségetek lenne ott a helyszínen, és nincs ott, úgyhogy mindenre fel vagyunk készülve. Úgyhogy kezdjük szépen sorba az elején. Ugye általában a próba az most vagy egy nappal a verseny előtt van, vagy pont aznap. Ugye ehhez mindenképpen viszünk egy melegítős ruhát. Én úgy szoktam csinálni, hogy viszek egy toppot, egy rövidet, és akkor ehhez viszek egy hosszú felsőt, illetve egy hosszú nadrágot és a melegítő felsőt szoktam hozzá vinni. És akkor itt most gyorsan hozzá is fűzöm, hogy ami fontos, hogy egy kabala azért legyen nálunk, de én ezt mindig a melegítőben szoktam hordani, amit még Bardo Cirkától kaptam a leges-legelső VB-re való kimenetelemkor, úgyhogy ez mai napig a melegítőben szokott lógni, és ő az én kis szerencsehozó kabalám. Ezt a melegítőmnek a cipzárjára szoktam felrakni. Most egyelőre ez még nem fog felkerülni, mert ami olyan fontos dolog, azt repülőn én mindenképpen a kézi táskába szoktam tenni, úgyhogy őt ezt majd csak a verseny helyszínén fogjuk felrakni, úgyhogy őt ide készítem, hogy ne maradjon semmiképpen sem itthon. Ja, amit még viszünk magunkkal, az egy zia, ebből is van szintén egy kis picike, amit majd a repülőre viszünk, illetve mivel hogy viszek most bőröndet, ugye el tudom vinni a nagy ziát is, de ha bár van a bőröndel, akkor nehogy ebből is probléma legyen, hogy nincs nálam zia. Egy waxot azért el szoktam rakni, ugye ehhez kell a tisztítószer, mert ugye nem tudjuk, hogy a versenyen mit használnak, hogy ez jó a bőrünknek, inkább a bevált megszokottat kell használni, ezért inkább viszek magammal biztos, amint biztos, és ez egy törölköző, hogy az is legyen mindenképpen nálam a kezemet megtörölni, a rudat, hogyha előtte kell, hogy egy törcsi az is mindenképpen fontos, hogy legyen nálunk, illetve zokni, mert nekem nagyon fázós a lábam. Ehhez javaslok nektek egy papucsot is, hogy ott a versenyen tudjatok flangálni föl le, mert a melegítő terem, illetve a színpad között fele tudja, hogy milyen az átjárás, a papucs az egy gyors megoldás, úgyhogy én ezt mindig szoktam vinni magammal. Illetve, ami fontos, hogy legyen nálunk nedves törlőkendő, mert ha mégis papucs nélkül járkálunk a talajon, koszos a lábunk, vagy bármi ilyesmi van, akkor ugye le tudjuk törölni a talpunkat, mert a színpadon nagyon csúnya tud lenni, hogyha a koszos a talpunk. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogy a színpadra menettel előtt töröljük le egyszer a lábunkat, hogy ne legyen koszos. Ugye, ami még itt van, szőlőcukor, ugye egy kulacs, általában ugye ebbe is BCA-t szoktam tenni a verseny előtt, ugye a Max Nutrition-esök BCA-ját szoktam inni a verseny előtt, úgyhogy ez is jön majd még velem. Ami fontos még, az egy táska, hogy legyen nálunk egy táska, amiben szépen be tudjuk pakolni a cuccainkat, amikor megyünk át a színpadra. Nyilván ez csak akkor kell, hogyha sok cuccunk van, tehát a törcsit, a fújót, a ziát, én azért el szoktam vinni magammal, meg ugye a ruhát, tehát hogy ott is ne keveredjen el a dolgaink, én ezért egy táskát szoktam vinni azért magammal, meg hát ugye a kellékeket is ugye valahogy oda kell juttatni a backstage-be, úgyhogy ez is jön velem. Ami még itt van, az egy henger, ugye a bemelegítésre szoktam használni, picit mindig úgy szoktam kezdeni, hogy áthengerezem magamat, és akkor utána kezdek el szépen nyújtogatni, bemelegíteni gimnasztikus gyakorlatokkal, úgyhogy a hengert azt mindenképpen viszem magammal. Nekem ez a picike a kedvencem, illetve az egy labda, úgyhogy ez most jó is, mert be fog férni a bőröntömbe, és nem foglal túl nagy helyet. Előfordul, hogy nagyobb hengert is viszek, hogyha itthoni verseny van, de ez a kis picike most nekünk elég lesz. Ugye hajlak, hajcuccok, sminket, ami itt van még nekem. Én nem szoktam a sminket nagyon túlzásba vinni, inkább amire oda szoktam figyelni, az egy ilyen szolidabb sminket szoktam használni, tehát nem szoktam ilyen nagy köveket felrakni az arcomra, meg ilyesmi, mert nem tudom, valószínű, hogy ez nekem még így gyerekkoromban maradt bennem, hogy még a régi szinkronusz edzők mondta mindig azt, hogy majd akkor lesz szép nagy sminkünk, hogyha már a tudásunk is olyan és olyat teszünk az asztalra, úgyhogy lehet, hogy ez nekem onnan maradt bennem. Úgyhogy én ilyen nagy köveket nem szoktam használni, csak szépen egy ilyen füstös sminket szoktam általában felrakni. Úgyhogy ehhez itt vannak a sminkszettek. Amit még szoktam viszont, az a körömlak, úgyhogy az mindig a ruhámhoz megfelelő, vagy a gyakimhoz megfelelően ki szokott lenni lakkozva a körmöm, és ez tényleg az első VB óta mindig tartom. Előfordult már, hogy a versenyhelyszínén lakkoztam ki a körmömet, de ezt mindig tartottuk, hogy akkor a Jokeres gyakimnál például zöld volt a körmöm, az első VB-nél ugye kék, tehát ez mindig a ruhámhoz megfelelően kék, illetve ez most a kedvenc kellékem, amit most a VB felkészítő edzőmtől kaptam most a születésnapomra még. Kis csillámpor, úgyhogy nagyon jó, mert csilló.
Úgyhogy köszi Barbie, úgyhogy ez jön is velem. Ezt szépen ide le is teszem. Ugye a sminket vannak még nálam, ami ehhez kell. Hajtú, konytű, hullámcsat, ha bármi kell, hajgumi legyen nálunk, az mindenképpen fontos, mert ugye az bármikor eltűnhet, bármikor szükség lehet rá, hajlak. És akkor még egy-két fontos dolog. Az egyik az egy pendrive, hogy pendrive-on legyen nálunk a zene. Ez mindenképpen, mert bármi probléma van ott a helyszínen a zenénkkel, nem küldtük el, nem játszol akármi, akkor ugye pendrive-on fogják tőlünk kérni a zenét. Erre ebben az esetben most a kinyomtatott kellékeim is felkerültek, illetve a leírások. Mert hogy most a leírást is én viszem a világítással, illetve a bemutatkozó, tehát a felkom szöveget is most ráraktuk, hogyha bármi van útközben, ez is elveszne esetleg a bőrönben, akkor ez legyen nálunk, úgyhogy ez is biztosan a kézitáskába jön velünk. Illetve egy MP3 vagy akár telefon, tök mindegy, az MP3 lejátszómat szoktam most használni. Ezen is legyen rajta a versenyzene, hogy a színpadra lépés előtt, tehát a melegítés során mindig szoktam hallgatni a zenémet, és szépen eljátszom magam vagy akimat, hogy hol mire kell figyelni, mi az, amit hol kell figyelni arra, hogy hol vagyok, mit kell csinálnom, és szépen így lejárom fejben a gyakimat, és ehhez a zene mindenképpen szükséges szokott lenni. Úgyhogy általában a színpadra lépés előtt a versenyzenéimet szoktam hallgatni. A Jokeres gyakimnál ilyen kicsit ilyen motiválósabb zenét hallgattam, tehát az volt az utolsó szám, amit így meghallgattam, mert ugye ott olyan karaktert kellett hozni, hogy ott kicsit így be kellett vadulni, úgyhogy ahhoz pedig egy ilyen motivációs zenét használtam, és az volt, ami segített nekem a színpadra lépés előtt. Úgyhogy nagyjából ezek, amiket szoktam így magammal vinni a helyszínre. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy most gyertek át velem, mert ezt most nem hoztam ide be a szobába, azok a versenynek a kellékei. Most picikét ezzel is bajba leszünk, mert hogy hát látjátok, hogy ennyi mindennek be kéne férni a bőrönbe. Viszont a versenyruháimat, hogyha repülővel megyünk a helyszínre, akkor a versenyruháimat azt mindig a kézi táskába szoktam rakni. Most ebből is, mivel lesz egy átöltözés, ugye ebből is kettő lesz, tehát ezt majd még a kis kézi táskába kell belepréselni. Nyilván a szoknyát nem fogom tudni megoldani, úgyhogy amit lehet, azt azért a kézi táskába be fogjuk rakni, hogy biztosan nálunk legyen, mert ugye azt ki nem engedjük a kezünkből, hogyha bármi van, hogyha bőröndünk elveszne, akkor ne legyen ebből se probléma, hogy pucéra kell fölépni a színpadra, mert hát ugye azt nem is engednék, úgyhogy az így nem működik. Úgyhogy azt hiszem ennyi, úgyhogy most ezeket a dolgokat kell bejátszani a bőröndbe. Ezek, amik fontosak, hogy figyeljünk oda, úgyhogy azt hiszem ennyi, megpróbálom berakni a bőröndbe.